Köszöntöm nézőinket, az Öböl Televízió híradója következik. Nézzük kiemelt híreinket először röviden. Főhajtás. A Kopjafánál emlékeztek november 4-én Balatonfűzfőn. Egészség. Alsóörsön szűrővizsgálatokat, előadásokat szerveztek. Föstőörs. Képzőművészeti vendégeskedés a Pannóniában. 25. alkalommal gyűltek össze november 4-én Fűzfőgyártelepen a Kopjafánál. A gyertyák fényénél 4 helyi hősre emlékeztek, akik életüket adták 56-ban a forradalomért. 4 gyertya a Kopjafa előtt. Balasi Sándor, Balogh Ferenc, Kertai Mihály és Sziszler József. Az ő emléküknek világítanak. A Fűzfőgyártelepért Egyesület kezdeményezésére évről évre így gyűlnek össze a 4 fiatal emlékét őrzők. Idén Nagy Cétény polgármesterének vezetésével a testvértelepülés delegációja is csatlakozott. Megemlékező szavakat a város polgármestere mondott. Nagy Imre kultikussá vált rádióbeszédével kezdte az események összefoglalását. Felelevenítette a kor kül- és belpolitikai eseményeit, időrendbe állítva a történéseket, amíg november 4-én megindult a szovjet csapatok inváziója, hogy leverjék a forradalmat. Balatonfűzfőn is események történtek november 4-én. A gyárat védő fiatalok tűzharcba keveredtek a litéri kapunál lévő fegyveres erőkkel. Arra, hogy ki kezdte a lövöldözést, hiteles információ talán az lehet. Az október 23-a ünnepség előtt én találkoztam egy akkori fiatalemberrel, most már egy idős úrral, aki szerencsére túlélte azt a tűzharcot. Itt részt vett és elmondta, hogy nem a fiatalok lőttek, hanem az oroszok kezdték el a lövöldözést. És nyilvánvalóan ők a tűzharcot viszonozták a tüzet, és esély persze nem volt, hogy ők ezt túléljék. Egyik elesett, akkor a lövés kapott, hogy a helyszínen meghalt, keresztül hasította a testét a lövedék, egészen délután nem engedtek hozzá nyúlni. Az elesetteket itt temették el, az emberek itt döbbenetükben szó se jutottak, és félelmükben sem tudtak szóhoz jutni, és nem könnyű idők voltak ezek. Majd korunk társadalmi és aktuál politikai kérdéseit és véleményt fogalmazott meg a polgármester. A beszédét az emlékezés fontosságával zárta. Itt egy erdélyi művész Kopjafánál van az emlékhelye Balasi Sándornak, Balogh Ferencnek, Kertai Mihálynak, Sziszler Józsefnek. Kopjafán van írva 1956. november 4-e. Bátor fiatalok állították ezt a kopjafát, és képviselő indítványra ezt a teret 1956-osok terének nevezte el a képviselőtestület. Egy ember addig ember, amíg emlékeznek rá, egy esemény addig esemény, amíg emlékeznek rá, és ha csak egyedül jön ide egy ember megemlékezni róla, akkor is az esemény marad. Egy rendezvénynek az ereje nem annyi, hogy hányan vagyunk itt, hanem milyen szívvel jöttünk ide, és ezt vigyük tovább, ez a megemlékezés nem múljék el, hiszen ők életüket adták, a legdrágábbat adták valamire, amiben hittek, és ő a hitüket nem tagadva meghaltak érte. Az esemény végén a megjelentek, a tisztelet és az emlékezés jegyében mécseseket helyeztek el a Kopjafánál. A Vöröskereszt alsóörsi szervezete egészségnapot tartott a művelődési házban. Előadásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várták az egészségükre figyelő érdeklődőket. Kipróbálhattak életmódtámogató programot, diabétesz rizikófelmérést, konzultálhattak a jelenlévő szakorvosokkal is. Szimbolikusan ez a nagy kosár kicsattanó egészségű alma díszítette az asztalt. Sokan vették igénybe azokat a lehetőségeket, melyeket a Vöröskereszt szervezésében kínáltak az egészségnapon. Megmérhették vérnyomásukat, vércukrukat, testsúlyukat és testösszetételüket. Sokan várakoztak az érelmeszesedéssel kapcsolatos vizsgálatra is.
A helyi szervezet fontosnak tartja, hogy évről évre megrendezze ezt a programot. Ezek a szűrések, vizsgálatok fontosak minden életkorban. Ez már nem az első alkalom, hanem a negyedik alkalommal csináljuk ezt az egészségnapot. Hát valamit tenni kell az egészségért szerintem, mert abból van, ha nincs, vagy elfogy, szerintem az a legrosszabb, és hát azért legdrágább kincsünk az egészség, amiért valamit tenni is kell. És hogy ne is kelljen kimozdulni a községünkből, akkor tehát ezt tegyük meg, mint vöröskeresztesek az emberekért, hogy, vagy a községünk lakóiért, hogy idehozunk segítséget, szűrővizsgálatokat, tanácsadásokat, hogyha valakinek szüksége van, akkor tudjon tovább menni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a Vörös Keresztnek az egyik alapfeladata. A szervezők szakmai segítséget is kértek, szakorvos támogatásával állították össze az egymáshoz kapcsolódó szűréseket, és újszerű vizsgálatokra is sor került. Hoztunk ide testösszetétel mérő, illetve egy olyan veszprémi fejlesztésű diétás segítő program kipróbálására is van lehetőség, amely tulajdonképpen egy életmód segítő program, amely tükröt tart a betegek elé arról, hogy ők hogyan táplálkoznak, mit tesznek, jobban lássák azokat a pontokat, ahol lehet az étrendjükön javítani. Ez a Lavinia életmód támogató program. Ezt azért nem olyan sok helyen próbálták még ki az országban, hiszen ez hazai veszprémi fejlesztés, úgyhogy nekünk erre különösen jó lehetőségünk adódott, hogy ezt most itt a betegeinknek bemutassuk. Ez egy Android alapú készülék, tabletán a betegek kipróbálhatják. Aztán hoztunk egy olyan készüléket, ami az érrendszernek, a érrendszer állapotának a felmérését célozza. Ez a bozó készülék, itt bokakarindexet mérünk a betegeinknek, az érfal rugalmasságára utal, illetve a fő ütőérben a vérterjedési, hullámterjedési sebességet is meg tudjuk mérni, ami szintén az érelmeszesedés egy fokára utal. Ezek egészen újszerű szűrőmódszerek az érelmeszesedés kockázat felmérésében. Természetesen a vérnyomás mérés az alap, de emellé hoztunk egy egyszerűbb EKG készüléket, amely alapvető ritmuszavarok kiszűrésére alkalmas. És hát sok-sok tájékoztatóanyagot, amiről azt gondolom, hogy fontos, hogy információkkal legyenek ellátva a betegek ahhoz, hogy egyáltalán tudják, hogy fogjanak hozzá az életmódjuk megváltoztatásához. A szűréseken résztvevők éltek is a lehetőségekkel. Türelmesen kivárták sorukat, elvégezték a kérdőíves felmérést is. Nagyon jó visszhangja van, nagyon sokan eljönnek. Hát ugye most indult meg a tömeg, már reggel is itt voltak egyébként, korábban előadást is végighallgatták. Én nagyon jónak tartom és hasznosnak. A szűrések után többen konzultáltak a jelenlévő kardiológussal, tanácsokat kértek tőle. Csoportosan is jó ízű beszélgetés alakult ki. Az egészség megőrzése mindig aktuális téma. Életmentő hétvégét szerveztek Balatonalmádi legnagyobb szállodájában. Látványos, egésznapos programokkal várták a gyermekeket és felnőtteket a baleset megelőzés és az életmentés jegyében. A hotel defibrillátorral gazdagodott, ezen az alkalmon került sor ennek átadására. A hétvégi programok sorát ennek az életmentő készüléknek az átadása nyitotta meg. Ha szükség van rá, akkor a gép hangja segíti az első segélynyújtót, lépésről lépésre vezeti a szakszerű beavatkozásban. A két elektródát nyomja rá erősen a csupasz mellkasra, ahogy az ábra mutatja. A készülék ettől kezdve mindig kéznél lesz, ha valaki a szállodában olyan helyzetbe kerül, életet menthet. Ezzel az új műszerrel is vigyáznak a vendégekre, hangzott el az átadáskor. Szeretnénk mi is részt venni abban, hogy megelőzhetőek legyenek az ilyen balesetek, és amit meg tudunk tenni érte, akár egy ilyen készülék meglétével, azt erőnkhöz mérten szeretnénk megtenni a jövőben is, és folytatni fogjuk a kollégák oktatását is. Én azt gondolom, hogy egy balatonparti szállodához ez egy elengedhetetlenül fontos lépés. Az átadó ünnepségen is részt vettek a mentőszolgálat szakemberei, akik már korábban képzést tartottak a szálloda személyzetének a készülék használatáról.
A készülék az egy automata defibrillátor, ami a kamrafibrillációnak a megszüntetésére szolgál. A kamrafibrilláció az a szívnek a átlag ritmusát adja vissza, mert a kamrafibrilláció magában azt jelenti, hogy a szívnek nem átlagos ritmusa van, hanem elkezd remegni, ez a fibrilláció magyar meghatározása. Ilyenkor 180-tól 250-ig így tud összehúzódni, ami hirtelen szívhalálhoz vezet, hogyha nem tudjuk minni erről ezzel az áramerősséggel megütni a szívet. Jelképesen a szálloda igazgatónak ezzel együtt a vendégek használatára a készüléket Vastag Tamás énekes adta át. Elmondása szerint gyermekkora óta küldetése az életmentés. Karrierje során többször látta volna szükségét környezetében ilyen műszernek. De konkrétan az én koncerten úgy, hogy ott voltam és részt vettem, ott pedig rosszul lett egy idősebb úr, őt pedig a defibrillátornak a megléte megmentette az életét is, és később, amikor megkérdeztem a megrendelőket másnap, akkor mondták, hogy rendben van, és életben van, és sikerült rajta segíteni. Tehát ezek elkerülhető tragédiák, elkerülhető halálesetek, és csak rajtunk múlik az, hogy mennyire vesszük ezt komolyan. Mindenkinek van olyan ismerőse, családtagja, akivel ez megtörtént, vagy akivel megtörtént. Mindjárt ismerünk olyan híres akár sportolókat, akár közéleti személyiséggel, akikkel ez megtörtént, és az ő haláluk megelőzhető lett volna, vagy legalábbis egy részüknek megelőzhető lett volna egy defibrillátor készülékkel. Az ország több pontján, nagyvárosokban, forgalmas helyeken is kihelyezik már az életmentő készülékeket, egyre több helyen megtalálhatóak, egyre több szálláshelyen is. A defibrillátor átadása mellett mentőautó bemutatót is tartottak. 15. alkalommal került megrendezésre Tihany és a Balaton felvidék legnagyobb rendezvénye, a Garda Fesztivál. A jubileumi alkalom célja az volt, hogy emléket állítsanak a balatoni halászatnak, és tisztelegjenek azok előtt, akik régen ezzel az embert próbáló munkával keresték kenyerüket. A kikötőben történt meg a látott hal fogadása, majd megáldása. A hagyományoknak megfelelően aztán Venyigeparázson sütötték meg a zsákmányt a Visszhangdombon. Apáról fiúra szálltak ezek a hagyományok, a halászat fortéjai és mesterségei. A kabátokat lengetve és egyéb jelzéseket használva tudták ezt a mesterséget űzni a késő őszi Balatonon. Az idő múlásával ez a hagyomány feledésbe merült volna, ha nem lenne a tihanyi rendezvény. Ezt Kis Miklós Zsolt, agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkár mondta köszöntőjében. Az Alsóörsi Képzőművészeti Egyesület tagjainak a közismert alsóörsi főstőrsnek nyílt kiállítása a Balatonalmádi Pannonia Kulturális Központban. A helyi közösség mesterei ízelítőt nyújtottak legjobban sikerült alkotásaikból. A tárlatot Hebling Zsolt alsóörs polgármestere nyitotta meg. Rachmaninov elégiája teremtett meghitt és bensőséges hangulatot az alsóörsiek tárlatához. Sokan voltak kíváncsiak a legújabb alkotásokra, melyekkel a föstőrs megtöltötte a kiállító tereket. Hebling Zsolt polgármester köszönte Balatonalmádinak e bemutatkozási lehetőséget, majd az alkotó közösségről beszélt. Születése közel másfél évtizedre nyúlik vissza. Alsóörsi Föstőrs néven a számos hagyományokkal rendelkező társadalmi szervezetünk mellett egy új hajtás kezdett életre kelni 2002 évvégén, 2003 évelején, sőt kettő is, hiszen a csipkeműhelyünk megalakulásával egyidejűleg a festészet terén is az alkotó, alkotni vágyó, képzőművészet iránt érdeklődő alsóörsi és környékbeli különféle foglalkozású hölgyek és urak óriási lendülettel és lelkesedéssel álltak neki tehetségük tudatos fejlesztésének.
A tárlaton többségében realista képeket mutattak be. Többféle technikát alkalmaznak a tagok, dolgoznak akrillal, olajfestékkel és pasztelképeket is létrehoznak. Az amatőr művészek jobbára a vasárnapjukat áldozzák a művészet oltárán, összetartó közösséget alkotva. Mesterük Horváth Lajos festőművész, aki segít a művészi ábrázolásban, ám az egyéni stílusok kialakítására törekszik. Én magamról csak azt tudom mondani, hogy nem vagyok egy olyan kreatív valaki, hogy sajnos nincsenek olyan elképzeléseim, amit rögtön meg akarnék festeni, hanem látok valamit, vagy egy fotót, általában inkább a fotók az, ami valami megragad, és akkor úgy érzem, hogy ezt megpróbálom úgy, ahogy én tudom megcsinálni. Tehát mondjuk ez sajnos nem az igazi, de arra jó, hogy az embernek kiegészíti az életét. Ha nem sikerül, akkor is mégis egy alkotás. Együtt vagyunk, beleszólunk, segítünk egymásnak, és hát ezek úgy alakultak ki, hogy valami megikletett a két bohóc, az mondjuk lehetne a két unokám is, bár ők nem pontosan így öltöznek és festik magukat bohócra, de tulajdonképpen itt a színek domináltak, és úgy éreztem, hogy a fehér erős és egy ilyen sárga-fekete színbe tartottam a dolgokat egy kis fehér festéssel, hogy jelezd be, hogy itt a bohócokról van szó. Szóval nem nagyon tudok, hát nem vagyok én egy a szavak embere, úgyhogy nem igazán tudok róla nyilatkozni. Hát azt tudom mondani, hogy ez a három kép például, ez így sikerült. Az alkotók jelenleg a törökház szomszédságában egy felújított épületben dolgozhatnak. Itt teremtették meg a festés korszerű, kényelmes feltételeit. Itt születnek a tájképek, a csendéletek, ahogy megfogalmazták, alkotásaik által ők maguk is feltöltődnek. Műveikből már mintegy 40 kiállítást szerveztek az elmúlt években. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat. Főhajtás. A Kopjafánál emlékeztek november 4-én Balatonfűzfőn. Egészség. Alsóörsön szűrővizsgálatokat, előadásokat szerveztek. Föstőörs. Képzőművészeti vendégeskedés a Pannóniában. A híradó után kistérségi magazinunk következik. Elsőként a gyermekek úszásoktatásáról láthatják stúdióbeszélgetésünket, majd gyógynövénytárunk következő részét nézhetik meg. Felhívom figyelmüket az elérhetőségeinkre, a képernyő alján olvashatják. Internetes oldalunkat is keressék, ott visszanézhetőek az anyagaink és stúdióbeszélgetéseink. Természetesen a Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, ha tehetik, csatlakozzanak közösségünkhöz. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken jelentkezünk. Maradjanak velünk, a viszontlátásra!